Köszöntelek! Ennek a videónak az apropóját az adja, hogy ismét megérkezünk az évnek abba a fázisába, amikor a Plutó hátráló mozgásba kezd az égen. Furcsa lehet, hogyha laikus vagy, hogy arról beszélünk, hogy egy planéta hátráló mozgásba kezd, és valójában igazad is van, mert hogy egyetlen planéta sem halad visszafele az útján. Ugyanakkor a földi nézőpontból nézve, asztrológiai megközelítésben mindig fontossá válnak azok a periódusok, amikor egy adott planéta a földi pályához képest a saját pályáján haladva hozzánk képest látszólagosan hátráló mozgásba lendül. Ezt úgy képzeld el, ahhoz hasonló, mint amikor egy párhuzamos közlekedési pályán, többsávos autópályán mindegyik autó előrefele halad, de te a saját autóddal gyorsabban haladsz, mint a melletted lévő. És ez relatíve létrehoz egy olyan, úgymond érzéki csalódást, hogy úgy tűnik számodra, hogy az egyébként a saját útján előre haladó, hozzád képest mégis hátrálónak tűnő járművet hagysz magad mögött. Ugyanez a dinamika érvényes a planéta mozgásokban is, és az asztrológiában azoknak az időszakoknak, amikor egy planéta hátráló mozgásba kezd, mindig kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Az irányváltások, úgymond, amikor elindul hátrafele, illetve befejezi a hátráló mozgását is, ismét érzékelhetően előrefele, érzékeljük az adott planétának a mozgását. Ezek a mozgásirányváltások úgy tűnik, figyelve a történelmi eseményeket, hogy észrevehető változásokat generálnak a kollektív életben. Jelen videónak a témájában a Plutó planétáról, a ma ismert naprendszer planétái közül a legutolsó, bár a csillagászok mindjárt jelentkeznének, hogy a planéták közé már nem soroljuk be jelen pillanatban a Plutót, és ezt tudjuk, hogy ez így van csillagászatilag. Az asztrológia rendszerében ugyanakkor mégis használjuk a Plutót, nagyon jelentős, intenzív energiákat társítunk hozzá. Menjünk egy kicsit, ismerkedjünk meg magával, a planétával, milyen tartalmakat társítunk hozzá az asztrológiába. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ráérezzünk arra, hogy milyen jellemzőket hordoz az az analógia, az a planéta, amit hozzá társítunk, érdemes egy kicsit felidézni azt az időszakot, amikor az emberiség úgymond tudatába került. Ez nem más, mint 1930-as évnek a legeleje, mert hogy a Plutót 1930. januárjában fedezték fel, pillantották meg. Ha kicsit belehelyezzük ebbe a történelmi időszakba, akkor az akkori időszaknak az eseményei, amiket csak dióhéjban említve, ugye éppen benne vagyunk egy nagy gazdasági világválság időszakában, a két világháború között nagyon jelentős társadalmi, történelmi léptékű változások és feszültségek időszakában. Ebben az időszakban lép Hitler egyértelműen hatalomra, és indítja be azt a rendszert, ami a nácizmus kialakulásához vezetett. Nyilván ezt nem egyedül tette, de leginkább ugye a mi történelmi ismereteinkben Hitler nevéhez kapcsolódnak ezek a folyamatok. Nyilván sok más szemét is lehetne még említeni, tehát nem törekszem most semmiféle teljességre, sem történelemórát nem szeretnék tartani, csak kiragadok néhány fogalmat. Ebben az időszakban csúcsra járatódik az atomkutatás, amelynek az egyik eredménye, amikor ledobják ugye Hiroshimára az atombombát, és a tudománynak egy más aspektusát is, hogy idehozzam, egyre intenzívebbé válik a spirituális tartalmak, az élet mögötti dimenziók kutatása, így maga a halálkutatás is, illetve a spiritista kutatások is egyre intenzívebbé válnak. Ha egy picit mögé tekintesz ezeknek az eseményeknek, mindannak, amit most itt dióhéjban felvillantottam, akkor érzékeled te is, hogy milyen óriási volumenű, kényszerítő, nagyon sok ember számára nehézséget, életkrízist okozó időszakról beszélünk. A Plutó bekerült ugye az asztrológiai gondolkodásba, és első körben planétaként
illetve planétaként bekerül ugye a naprendszer bolygói közé, aztán pontosan azért, mert nagyon nehezen kiismerhető olyan jellemzőket is mutat, amelyel megnehezítődik a planéták közé való besorolása. 2006-ban egy csillagászati konferencián visszaminősítik, ha lehet ilyen kifejezéssel élni, törpe bolygóvá. Egy kicsit a többi planéta mellett, mint a csökken a jelentősége. Ez a folyamat is, ami magával a planétával történik, jelzi, és nagyon szépen szinkronba, párhuzamba állítható azokkal a dolgokkal, tartalmakkal, amelyeket mi egyébként az asztrológiában a Plutóhoz társítunk. Óriási energiát hordoz, de a láthatatlanban, visszaszorítva, háttérbe szorítva, úgymond lefokozva működik. Ezt szimbolizálja egyébként Peter Orbán szimbolon kártyacsomagjából a Plutó, az a skorpiónak is a képe, ahol egy árnyék figurát látunk, kicsit ördögi figuraként is sokan jellemzik ezt a képet. Látjuk, hogy egy sötét környezetben van, csábító dolgokat kínál fel, és mintha vonzana egyben egyfajta vonzó, csábító és szorongató érzéseket is kelt mindannyiunkban valószínűleg. Tehát a Plutónak van egy ilyen magnetikusan vonzó, intenzív energiája, így a görög mitológiához, hogyha kapcsolódunk az ismereteinkbe, akkor ő Hádész, ugye a római kultúrkörbe őt Plutónak hívják továbbra is. Tehát a görög kultúrában Hádész az alvilág ura, a birodalma és fejedelme. Így egyben, ugye, ha egy területnek az urai vagyunk, akkor azt is lehet mondani, hogy azt a területet ismerjük. Tehát ő az alvilág szimbolikájaként, ha a mai modernebb lélektani megközelítésben nézzük, akkor minden, ami a nem tudatos belső vagy tudattalan alsó világunknak a szimbolikája is egyben az asztrológiában. Láthatatlan, ugye a kultúrában, a mitológiában is itt nem így van ábrázolva, de egyébként egy láthatatlanná tévő sisakban ábrázolják őt a görög kultúrában, így is kifejezve a jellegét, hogy úgy jár kell közöttünk, hogy nem vesszük őt észre, láthatatlanul mozog, és egyszer csak, akár vesztesség, halál formájában egyszer csak váratlanul úgymond a semmiből előlép. Ezért ehhez az analógiához, ehhez a működéshez, ez a mindannyiunk belső világában és ott lévő belső tartalomhoz alapvetően szorongva tudunk kapcsolódni, mint egyfajta láthatatlan mumus. Kérdés, hogy mi hogyan állunk ehhez, igyekszünk-e úgymond az életünkben egy önismereti munka során közelebb kerülni Hádészhoz, Plutóhoz, a saját alvilágunkat is szimbolizáló területnek az urához, és őt egyfajta lélekvezető szerepben igyekszünk felismerni, és ilyen módon próbálunk vele együttműködni, vagy sokszor a kollektív többség működésmódjában tetten érhető intenzív szorongásként, láthatatlan, fenyegető elfként, a semmiből elénk lépő és nagyon komoly veszélyhelyzeteket az életünkbe elénk állító óriási mumusként gondolunk rá, vagy találkozunk vele az életünkbe. Dióhéjban a Plutónak a témáiban mindig megjelennek a szélsőségek. A szélsőségeknek az intenzív, akár mondhatom így pattanásig feszülő felerősítése pontosan annak érdekében, hogy el tudjon indulni valami a kiegyenlítődés irányába. De ehhez ugye a legszélsőségesebb pontok létrejönnek, megfeszülnek, ezek mindig nehéz élményeket hoznak. Plutóhoz nem véletlenül a rejtett hatalmat is hozzá társítjuk, azokat a mozgató rugókat, amelyek egy akár világi, hatalmi, és ez lehet munkahelyi, társadalmi, politikai, bármilyen értelemben vett hatalom mögött meghúzódó, a felszínen látható dolgokat rejtetten irányító energia. Nyilván rejtett irányításból jöhet akár nagyon előrevívő, üdvös, pozitív, segítő tartalom, de ugyanúgy jöhet ebből olyan jellegű, úgymond manipuláció is, ami sokszor problémát okoz a felső vagy a látható világban. Plutó, illetve Hádész
így mondhatjuk, hogy mestere az Oszd meg és uralkodj című működésmódnak, a háttérből rejtőzködve, így minden olyan tartalmat, ami, ahogy mondtam, már a rejtett ellenség címkéjét hordozza, itt sajnálatos módon most nagyon is aktuális a mai élő emberiség életébe, ide soroljuk egyébként a vírusokat is, és így a minden olyan tartalom, ahol van egy nagyon intenzív polaritás, tettes és áldozat dinamika, szintén a Plutóhoz kapcsolható. Teljesen ebből a dinamikából levezetve érthető a szélsőséges szorongásból kialakulhat egy túlvédekezés, akár egy paranoid viselkedés is. Mindezt a Plutó jellemzői között ismerjük fel az asztrológiába. Ahogy szoktam mondani, a lélektani megközelítésben egyetlen planéta energia és elv sem rossz, és nem a fájdalmat, a kínlódást és a gyötrődést kívánja elérni az életünkbe, hanem a maga szimbolikus eszközein keresztül valamilyen belső munkára szólít fel, és ehhez a belső munkához adja a sorspedagógián keresztül megnyilvánuló élethelyzeteket. A Plutó esetében ez valóban lehet nagyon drasztikus, lehet nagyon szélsőséges. A lényege, ami meghúzódik az eszenciájában, Plutót, ha a főnix madarat elképzeled, akkor mondhatom, hogy mindent tudhatsz róla. A főnix madár, ami kifejlődik, elér egy fejlődési fokozatot, és el kell hamvadnia szétesik darabjaira annak érdekében, hogy az összesűrűsödött, láthatatlanná vált energiából valami újabb, teljesebb, csodálatosabb lény tudjon megjelenni. A Plutó a saját életünkben egyénileg és kollektíven is abba az irányba hat, hogy ezt a fajta főnix energiát, az élettel való komoly változást, együttváltozást véghez tudjuk vinni. Ehhez szükségesek néha a sorspedagógiának a nagyon erőteljes eszközei. Az ember és az ember tudatát visszatéríti, szembesíti olyan dolgokkal, ahol akár valamilyen módon varázslóinasként beleavatkozik nagyobb törvényekbe, és egy ilyen periódusokban sokszor szembesülünk az létrejött teremtmények következtében a hatásokkal. Gondoljál itt csak az atombomba, nyilván az atomkutatásnak lett egyfajta gyermeke, a bébi, így is nevezték az atombombát, a pilóták, akik hordozták és ledobták, engedték. Tehát az atomkutatásból fakadó gyermek lett, ami adott helyzetben önmagunk ellen is fordítható eszközként működik. Tehát alapvetően főnix hatást generál kicsiben és nagyban, és mivel a Plutó transzcendens planéták közé tartozik az asztrológia rendszerébe, így a Plutónak a jegyváltásai, illetve a mozgás irányában bekövetkező változások nagyon intenzíven kollektív élményekben, nagyobb társadalmi léptékű élményekben érhetők tetten, bár természetesen az egyéni életünkben is átéljük a hatását. Tudjuk, hogyha nagyban érintve vagyunk, gondoljál bele, lehet, hogy nem voltál, remélhetőleg nem voltál beteg, de nem tudtad kikerülni a kollektív járványhelyzet életedbe is begyűrűző hatását. Míg ha egyénileg valakinek van valamilyen személyes, aktuális, akár betegsége, problémája, az kevésbé billenti ki a nagy társadalmat, viszont a nagy globális változások minden esetben személyes életünkre is hatnak. Nos, azt hiszem, hogy elég bőségesen idehoztam, hogy mi mindent társíthatunk a Plutóhoz. Ez a Plutó jelen pillanatban a Bak jegyén halad keresztül. Tehát azokat a dolgokat vonja most Főnix hatás alá, és kívánja meg az emberiség életében a transformációt és a változást, amelyeket alapvetően az asztrológiában a Bak működésmódhoz kapcsolunk. Dióhéjban teljességre törekvés nélkül a legfontosabb dolgok, amik most tetten érhetők. Ide tartozik minden, ami a mindenféle társadalmi rend, jó, tehát ez nem arról szól, hogy most alkotmányos monarchia van, demokrácia van, diktatúrák, hanem bármilyen értelemben véve a társadalmi rend és hierarchia ilyenkor téma.
és nyilván az adott társadalmi rendnek maga a szabályrendszere, az is, hogy gyakorolódik, úgymond a kontroll egy adott társadalomba, kik és hogyan gyakorolják. Mindannyiunk életének a szilárd keretei, tehát az eddig minden olyan dolog, ami szilárdnak és stabilnak vélt. Leginkább gondolhatsz, a legstabilabb tartalom egyébként maga a földanya a lábunk alatt, és hát tudjuk, hogy mostanság elég sok megnyilvánulása van földanyának is. Ide tartozik asztrológiailag a bakjegyéhez minden, ami a pénzügyi világ, az ilyen értelemben kialakított értékrend, így a pénzhez való viszony, a pénzügyi világ, a bank, a biztosító szféra változása is abszolút ilyenkor felüti a fejét, időszerű változtatni akár a gazdasági trendeken, a hozzáálláson, az új modelleket, struktúrát kell kialakítani, ez a tapasztalat egy ilyen időminőségbe. Személyes életünkben nagyon fokozódik és kiéleződik ugye az idő, az egyenlő a pénz, az idő az teljesítmény, nyomást helyez ránk, és emellett hogyan éljük meg, hol van, és hogyan mondhatjuk így sorvad el a teljesítmény nyomás mellett a személyes kapcsolati rendszer és viszony. A bakhoz tartozik minden teljesítmény, gazdasági mutatók, és nagyon fontos, hogy mindenféle struktúra mellett mindenféle határ. Adott helyzetben országhatár, megyehatár, közigazgatási határok, bármi, ami valamilyen értelemben egy határon belül működött. Fontos lenne a bak jegyével együttműködve, baknak leginkább az a tanítása, hogy érett felelősséggel haladjunk előre fele a jövő, így utódaink felé. A bak témában nagyon megjelenik az ösztönös, azaz éretlenebb működésmódnál a nehézségek és a problémák, amelyek szükség szerint a változás irányába hatnak igazából. Azért élünk meg különböző, akár kollektív vagy egyéni nehézségeket, hogy abból fejlődjünk, tudjunk változtatni, elinduljunk új irányokba. Na most olyan helyzetben, ha a kialakult szituációba a külső bűnbakot keresünk, ami nagyon jellemző az éretlen működésmódra, hogy az aktuálisan fennálló problémák és nehézségek mögött másokat, vagy bizonyos folyamatokat próbálunk bűnbakká tenni, akkor ezzel ne felejtsük el önmagunkat, egy nagyon intenzív, kiszolgáltatott és tehetetlen szerepbe helyezzük. Amikor más valaki, vagy más valami felelős azért a helyzetért, amiben vagyok, akkor elvesztem az esélyét annak, hogy én magam aktívan változtatni tudjak. Erről kicsit bővebben beszélek abban a videóban, ami az asztrológia és a világjárványok témáját boncolgatja, azt is a YouTube csatornán itt megtalálod. Tehát éretlenül nagyon intenzív a külső bűnbak keresés, és ha a külső bűnbak van, az attól való védekezés, elhatárolódás. Fontos téma mindig a bak jegyénél, hogy hogyan bánunk az erőforrásokkal, és a bak téma az mindig fókuszba hozza az eddigi, úgymond bármilyen értelemben kölcsönvet erőforrásoknál a visszatörlesztést. Tehát eljött az ideje a hiteltörlesztésnek, ahol visszaéltünk, ahol többet vettünk el, legyen ez akár a földanyának az erőforrásai, és ugye lassan közeledünk itt földanya napjához, úgyhogy érdemes ezeket a témákat is újra gondolni. Nagyon-nagyon intenzíven, kritikus évről beszélnek jelen pillanatban a klímakutatók 2021-ről, hogy már ugye a klímaváltozás már nem lehet megállítani, de még ez az év nagyon kritikus abból a szempontból, hogy kollektíve mit tudunk tenni. Témájában számomra nagyon ide kapcsolódik a bak és Plutó kapcsolódáshoz is. Nyilván nem csak ez az egy asztrológia jellemző hozza ezt. Mindenképpen határhoz érkeztünk, ahogy mondtam, a bak jegye a határok témáját egyértelműen fókuszba hozza. Határhelyzetekkel szembesít bennünket az itt haladó Plutó. Mivel a naprendszerünknek az egyik most mondhatom így a legkülső pályáján haladó planétáról van szó, a napot 246 év alatt kerüli meg, tehát még igazából mióta felfedeztük 1930 óta nem is
telt el ennyi idő, úgyhogy így nyilván még az asztrológiában is, illetve az emberiségnek a fejlődésében még nincsen meg róla a tudatos tudás, hogy egy-egy jegy előterében haladva milyen tartalmakban mutatkozik meg. De nyilván visszanézve meg tudjuk keresni, hogy bár még nem volt a tudatos tudatában az emberiségnek a Plutó, de ettől, ahogy a pályáján haladt, járt már úgymond a bak jegyében korábban is, természetesen vissza lehetne nézni még újabb és újabb ciklusokba, most az ezt megelőző bak jegyében haladó periódus az 1762. januártól 1778-ig tartott, ezt azoknak mondom, akik szeretnek a történelembe búvárkodni, érdemes utána nézni, illetve erről írok bővebben a mindenamiasztrologia.hu oldalon, megtalálod a Plutó a bak jegyében című cikknél intenzíven történelmi eseményekkel kibővítve a mindazt, hogy hogyan jelent meg ebben az időszakban. Most, ez a most, ugye jelen pillanatban 2021 áprilisában vagyunk, a Plutó már egy hosszabb ideje a bak jegyében tartózkodik, 2008. november 26-án lépett ide be, és 2024. november 19-ig lesz a bak jegyében. Tehát évről évre addig egyébként, tehát minden évben van hátráló mozgása, ugye most a videó apropója pont ez a hátráló mozgás, minden évben nagyjából ugyanabban az év periódusban a hátráló mozgást létrehozza. Eszenciájában most már tudod, hogy a Plutó az a gyökeres átalakítást forszírozza igazából a bak területeken, tehát minden rendszer, struktúra, társadalmi beilleszkedés is nagyon a gazdasági, pénzügyi mutatók témakörében nagyon aktívan látszik. Ugye beszélünk gazdasági váltásról, illetve nem gazdasági váltásról, hanem gazdasági krízisről ismételten, sokszor hasonlították is a Plutó felfedezése idejében tapasztalható nagy gazdasági világválsághoz, de nagyon-nagyon sok ilyen jellegű pénzpiaci, gazdasági, társadalmi krízis gyűrűzött már be a mostani életünkben, mióta a bak jegyében jár. Fontos, hogy egy ilyen folyamatot nagyon éretten lehet megfelelő formában navigálni, vezetni, ahol nem a régihez akarnak visszatérni, hanem tudatában vannak a felelős vezetők, érett vezetők azzal, hogy ez milyen tanítást hordoz magában, hogy új struktúrákat, új rendszereket, új gondolkodásmódot kell kialakítanunk. Tehát mindenképpen egy eszenciájában egy üzenet, hogy az egyén és a közösségek is fel tudják vállalni a saját sorsukért a felelősséget. Tehát ez fontos, hogy az érettség az azt jelenti, hogy nem külső bűnbakokat keresek, hanem ami van, azt nézem meg, hogy abban én hogyan vagyok, és én mit tudok felelősen tenni annak érdekében, hogy abból egy tovább mozdítás, egy pozitív változás irányába tudjunk lépni. Természetesen hasznos segítség tud lenni, az tud szintet lépni, az tud ebben a gondolkodásmódban egyáltalán elmélyülni, aki már nem csak fizikai, materiális szemlélettel nézi az életet. Az így a szellemi törvények megértése és kollektív elfogadása nagyon sokat segítene, illetve segíthetne ebben a folyamatban. Tavaly is volt a Plutónak hátráló mozgása, arról is készült egy videó egyébként, természetesen az a 2020-ra fókuszálva. Abban az évben a Plutónak intenzív kapcsolódásai voltak más sorsplanétákkal, most 2021-ben mondhatom, hogy nem lesz kritikus vagy krízises fényszög hatása a Plutónak, tehát 2021-ről beszélek, és Plutóról csak, és ráadásul egy tág, szellemibb fényszög hatást létrehoz a Neptunusszal, ami pontosan azok számára eszköz és segítség, akik már nyitottak arra, hogy magasabb aspektusból nézzenek az életre. Biztos, hogy te is ezek közé tartozol, mert az ösztönszinten materialista nézőponttal rendelkező személyek el se jutnak odáig, hogy ilyen videókat egyáltalán megtaláljanak, nemhogy elindítsanak és meghallgassanak.
Na, menjünk tovább, tehát évente van hátráló periódusa mindig a Plutónak, tehát ez nem egy szenzáció ilyen aspektusból nézve, sokszor az a tapasztalat, hogy egy asztrógeberkekben ilyenkor felkapják, és milyen nagyon nagy szenzációs jelzőkkel illetik, valóban komoly változásokra késztet, de hogy kezeljük a helyén, azért ez évről évre, az évnek szinte ugyanabban a periódusában ismétlődő tartalom. Tehát nagyon lassan halad, ugye ez a 248 év alatt halad körbe a nap körül, ebből is érthető, hogy egy jegyben nagyon-nagyon sokáig tartózkodik. Ha átlagban néznénk, akkor átlagban mondhatnánk, hogy 21 évig tartózkodik egy jegyben. De most, és pont ezért ugye, ahol éppen halad, nagyon lassan, óvatosan mondhatom, tapogatózva halad előrefele innen a Földről nézve a Plutó a bakjegye előterében, és egy kicsit halad, és utána megteszi ezt a látszólagos, ilyen kis hurkolt, hátráló mozgását, és látod itt is, hogy ebben a hátráló mozgásban gyakorlatilag egy körülbelül kettő, nem körülbelül, pontosan 2,5 fokos ívtávolságot tesz meg, vagy hurkol be újra. Picit olyan, mint amikor varrunk, ilyen visszaöltések jönnek létre látszólagosan a mozgás során, tehát ez 2,5 fokos. Tehát nagyon picit előre halad, aztán vissza, visszaölt újra, megint egy picit előre halad, és utána ugyanezt a távolságot még egyszer egy ilyen hurok mozgással befutja a Plutó. Természetesen nem csak a Plutónak van hátráló mozgása, de most erre fókuszálunk. Tehát április 27-én beindul a hátráló mozgás, ez a Bak jegyének a 26 fok 48 ívpercén, és egészen október 6-áig tart ez a hátráló mozgás, 24 fok 18-ig mozdul vissza, és onnan ismét előre fele fog mozdulni. Ugye a hátráló mozgásról érdemes annyit tudni, hogy egy olyan téma, amin előtte már átmentünk, ez újra visszaköszön az életünkbe. Ezért ezt a mondatot, ha megjegyzed a hátráló mozgásból, hogy elmélyítendő a korábbi tudásanyag, akkor könnyebbé válik az életvezetésed. Az a tudásanyag, amivel már találkoztunk, most újra porondra kerül. Mégpedig az év elejétől, január 4-től mostanáig tartó időszakot ismételteti át velünk, és erre van egy hosszabb időnk. Egészen, itt mondhatom, április 27-től, következő év január 27-ig ismételteti velünk azokat a témákat, amelyekkel már egyszer szembesültünk, és tudod, hogy minden ismétlés arról szól, legyen az matematika, történelem, asztrológia, hogy az ismétlésen keresztül a tudást elmélyítjük, összefoglaljuk, másképp tudunk már ránézni. Minden planéta mozgásban ez nagyon benne van, amikor hátráló mozgásról beszélünk. Így konkrétan a Plutó a Bak jegyében most is struktúra és szerkezetváltásra kényszerít, transformáció alatt a társadalmi rendek, bármilyen társadalmi rend, nézzük meg akár mi zajlik Angliába, sok más területen, a határok témája sajnálatos módon aktuálisan komoly határfeszegetés is zajlik az ukrán-orosz területek között, a eddig felállított szabályok, struktúrák, működésmód, látjuk, hogy a pénzügyi világ, a maga a gazdasági teljesítmény, mint téma, mennyire megint fókusztéma, és alapvetően minden ilyen időszak, mondhatjuk, társadalmi önismeretre késztet bennünket. Mindig az a kérdés, hogy az adott társadalom, az adott nép, egy adott közösség, illetve annak vezetői mennyire tudják éretten képviselni a folyamatokat, mert úgy tudják hozzásegíteni a társadalmi önismerethez, a úgymond irányításuk alatt élőket, ugye egy olyan társadalmi struktúrába, ahol a saját dolgok ott mindig a saját problémákkal kapcsolatban egy külső bűnbak van megnevezve, ott pontosan létrejön ugye az a dinamika, amiről beszéltem, hogy nagyon erős tehetetlenségi élményt élnek át az egyének. Minden olyan helyzetben, amikor intenzív, és ez mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Plutónak a hatása a Bak jegyében
egy nagyon is intenzív változás generáló hatás. Nem ígérheti senki sem, hogy ez fájdalommentesen zajlik, hogy meg tudjuk úgymond úszni a veszteségeket. Az életünkben semmit nem tudunk megúszni, úgyhogy nem is érdemes erre berendezkedni. Pontosan az érettebb, szembesülő megoldás tudja azt hozni, hogy tudjuk kezelni a helyzeteket. Tehát egyéni hatásban is átéljük, ahogy mondtam, mindazokat, amelyek globálisan, társadalmi szinten megjelennek. És most ebben az évben, 2021-ben, ahogy már ezt előre jeleztem, azok számára a Neptunusszal egy folyamatosan fentálló tág szextilt alkot a Plutó, és azok számára, akik nyitottabbak arra, hogy szellemibb, tágabb aspektusból nézzék a dolgokat, itt lehetőség van a belső szellemi, spirituális fejlődésre és épülésre is. És mindaz, ami zajlik, az fontos, hogy egy nagyobb korszakváltás része mindaz az élmény, amin átmegyünk. Így a 2020-as év után, bár 2020-ban is voltak jelentős, intenzív asztrológiai tartalmak, így a 2021-es év is a nehéz évek sorába tartozik egyértelműen. Erről is találsz külön egy komplex videót. Egyénileg, most már, hogy ide elérkeztünk, beszúrtam szintén a szimbólum kártyacsomagból egy olyan képet, ahol pontosan a Bak és a Plutó kapcsolódását próbálták szemléltetni. Hát adok egy kis időt, hogy szemrevételezd, hogy mit mutat, mit veszel észre te magad ezen a képen. De egy biztos, hogy egy sötét közegben látjuk ezt a figurát, aki szinte meggörnyedve a dolgok, a terhek, láthatatlan terhek, nehézségek súlya alatt már egy nagyon megfásult, depresszív és önmagába zárult pozícióban van, és ez a fajta belső merevség, tehetetlenség élmény mutatkozik meg, hogy szinte már összenő az őt körbevevő sziklával, boltívvel is. Jobban megnézed, olyan, mintha tényleg más megkövült figurákat is látnánk ebben a helyzetben. Ugyanakkor fontos látni azt is, hogy mi látjuk a képen, ugye mi messzebbről tekintünk rá, látjuk a képen, hogy van egy kiárata ennek az alagútnak, ennek a sötét barlangrendszernek, ott van a fény. De azt is látjuk, hogy annyira bele van merevedve ez az alak a saját pozíciójába, hogy szinte képtelen egyáltalán megmozdítani a fejét, a tekintetét, így nem is láthatja a fényt az alagút végén. Ha egyénileg intenzíven érintődünk a Bak jegyében haladó Plutó transformációra késztető hatásával, ezt megélhetjük az életünkben, kisebb életszituációkban, helyzetekben, munkahelyi, kapcsolati dolgokban, vagy akár nagyobb heroikus változásokban, fájdalmas, nehezebb változásokban az életünkben, akkor ebből könnyen keveredhetünk egy hasonló szituációba. Ugyanakkor pontosan azért szúrtam ide be a képet, hogy felhívjam a figyelmet erre, hogy van fény az alagút végén, és ez a szituáció is abba az irányba próbálna préselni bennünket, mint egy születési élmény. Hogyha bent maradok az anyamébe, akkor elpusztulok. El kell indulnom szorongások, félelmek ellenére, és azzal együtt az engem préselő, nagyon erős, szorongató élmény mellett el kell indulnom a kijárat felé, még akkor is, ha nem tudom, hogy ott mi vár. Tehát ilyen periódust élünk meg, ilyen élményeknek vagyunk a részesei, és gyakorlatilag egyénileg is még egyszer a saját életünkben a január 4-től mostanáig tartó időszakot fogjuk átismételni, mostantól mondhatom következő év januárjáig. Tehát egy hosszabb időszakot kapunk arra, hogy ismételjünk, ezért újra és újra szembe jöhetnek olyan témák, amelyekkel itt az elmúlt időszakban találkoztunk. Nem árulok el zsákba macskát senkinek, hogy a mögöttünk lévő január, tehát évkezdettől 2021-es év jelentős, nagyon-nagyon komoly korlátozásokkal, nehézségekkel, problémákkal, nagyon sok veszteséggel járt. Tehát ha tudatosan szeretnénk kezelni az életünket, fontos ezeket felidézni,
ismételni, újra szembesülni, hogy meg tudjuk lépni az életünkben a szükséges rendszer és struktúra átalakítást. Legyen az az életmódom, az életvitelem, a kapcsolataimhoz való hozzáállás, a munka és életvitel, munka és kapcsolatok témájában a változást. Úgy is érezzük, akit személyesen megszólít a Plutó, az kőkeményen érzi valószínűleg a Plutó hatását az életében. Ne felejtsd el, hogy új irányok felé vezet, és témaként mindenképpen itt van a határ. A privát, a személyes határom, a kollektív határaink, határaink úgy is, hogy mennyire tudjuk tiszteletben tartani, gondolhatunk itt a különböző digitális technikák fejlettségére már, hogy hogyan nyomulnak be dolgok, programok akár láthatatlan módon az életünkbe. Hát jellemző, hogy a határok témájával foglalkozni kell. Legnehezebben azok élik meg valószínű ezt az időszakot, akiknek a úgynevezett kardinális jegyekben a 24 és 28, tehát szoros értelemben véve 24 és 27 fok között található valamilyen fontos planéta, vagy asszendens, vagy tengely, ez azoknak szól leginkább, akik ismerik a saját horoszkóp ábrájukat. Ezek közül is legintenzívebben az éli át az átalakító főnix hatást, akinél bak jegyében itt a 24-27 fok között található valamilyen fontos tartalom, de természetesen, ha ugyane között a fokszám között a rák, a kos vagy a mérleg jegyében található fontos asztrológiai objektum, az ugyanúgy számíthat, ezt te már érzed, tehát semmi újat nem mondok, érzed kőkeményen valószínűleg az életed megfelelő területén. Ahol időszerű és kicsit könnyebben továbbvihető változásokat hoz, ha a bika 24 és 27 fok között található fontos asztrológiai tartalmad, és ugyanez a szűzben, akkor ott ez a plútós hatás most segíti ilyen evidensen felismerni, hogy időszerű már magam mögött hagyni dolgokat, és kevésbé nagyon mély, úgymond csontig hatoló krízisként, hanem sokkal inkább ilyen időszerű, evidens felismerésként rendszerváltásokat generálhatsz az életedben annak a planéta tartalomnak megfelelően, ami akár a bika, akár a szűz megfelelő fokszáma között van. Ugyanez még érvényes a víz jegyű tartalmakra, vízjegyekre, tehát a halakra, a skorpióra, illetve a rákot ebből kihagyjuk, mert a rák a kardinális jegyben van, tehát a skorpióra és a halakra. Ott jöhetnek ilyen időszerű felismerések változás irányába. És hát ezzel szeretném befejezni ezt a videót az aktualitásról, a képen felhívni a figyelmet arra, hogy van kiút, nehézségek ellenére nagyon fontos felállni, bemozdulni, egyszerűen valamilyen változtatást, egy kicsi lépést, a nagy változások is mindig pici, apró lépésekből tevődnek össze, fontos elindulni, hogy megtaláld a kiutat abba az irányba, ami felé aktuálisan a sorspedagógia téged is terel, és ugyanez igaz mindannyiunk számára, kollektíven is. Ebbe a folyamatba próbálunk segíteni benneteket, találtok megvásárolható tudásanyagokat az asztrológia webshopon. Ha tanulni szeretnél, az asztrologiaoktatás.hu oldalon találod az iskolánknak a leírását, mindenféle tudástartalmat hozzá, és egy csomó-csomó ingyenes cikk, információ, leírás, videó a minden, ami asztrologia.hu oldalon található számodra. Élj jól az aktuális időszakkal, merj változni, ezt kívánom. Köszönöm szépen a figyelmedet!